Köszöntöm Önöket! Ez nem csalás, nem ámítás, nem is optikai csalódás. Valóban a Találkozások című műsorunkat látják, csak most nem Tamási József atyával, hanem velem, de van egy jó hírem is, hiszen a másik székben Tamási József plébános, a Bórum TV programigazgatója ül. Köszöntöm ebben a székben, milyen ebben a székben ülni most így vendégként. Köszönöm, hát egy kicsit olyan, mint ahogy szokták mondani, hogy akasztják a hóhért, mert most nem én kérdezek, hanem nekem illik válaszolnom azokra a kérdésekre, amik kikívánkoznak belőled, mondd. Igen, és van egy nagyon jó alkalmunk erre, hiszen Jóska atya 70 éve látta meg a napvilágot, Kunszent Miklóson, és nagyon sok mindenről beszélhetnénk, hiszen nagyon sok élményünk már van együtt is. Például az utazásokról, akár a találkozásokról, és még sorolhatnám, de kezdjük akkor az elején, haladjunk kronológiailag. 1948. február 25-e, Kunszent Miklós, és a rákövetkező évek. Melyik az első emléke Jóska atyának? Például az érdekes, hogy kellett egy pár év, mikor már annyira ismertem a számokat, hogy ki tudtam számítani, hogy hány éves az édesanyám és hány éves az édesapám. Ugye akkor már iskolába járhattam, na, de azért az emlékeim nem csak az iskolás korral kezdődnek, hanem az otthoni hangulattal, ami kitörölhetetlen az ember agyából. Részben a szüleinknek köszönhetően, részben nekem ez a szerencsés állapot járt, hogy három testvérem már élt, amikor én megszülettem, tehát én lettem a ráadás. Úgyhogy nagyon sok pici kortól való emlékem. Négyünk közül én már óvodás is voltam, addig még úgy látszik a szüleim bírták a gyereknevelést otthon, de rám már nem tudtak pazarolni annyi időt, amennyi kellett volna, ezért napközben óvodába jártam, és az is sok emlék, tehát emlékszem az óvonénire, Mária óvonéni volt, emlékszem a cumira, ez nem a rágcsálható cumi, hanem ez a beceneve volt a legszebb óvodás kislánynak, és ő ült általában mellettem a szép hosszú sárga padon, és egyszer otthon a nagymamámnak el is mondtam, hogy ha megígérő nem mondja el senkinek, akkor elárulom, hogy én szeretem a cumit. Mármint a Putnoki Évát. Hát így kezdődött a karrier. És akkor maradjunk a szép emlékeknél, azt arról már beszélgettünk, hogy az első szerelem is Kunszent Miklóshoz köti Jóska atyát, és valahol a településnek a határához. Hogyha jól emlékszem, valakire várt. Hát az már diák szerelem volt, az már nem óvodás szerelem, hanem diák szerelem. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy valóban ki tudja, ha akkor az a Mari eljött volna hozzánk, ez már gimnazista koromban történt, hogy nyáron ismerkedtünk meg ilyen családi üdülőben Balatonszabadiban, és nagyon-nagyon szerettük egymást. És úgy volt, hogy a Mari egyszer meglátogat engem Kunszent Miklóson, és be voltam pörögve nagyon, úgyhogy biciklivel tényleg kimentem a város határába, hogy előkészítsem a terepet, legalábbis lélekben, hogy mit fogok én, kiskunsági gyerek, megmutatni egy pécsi kislánynak, ha majd oda biciklivel kimegyünk már, mint a város határába. Mari nem jött, és így alakult a sorsa, hogy alakult. Így van, és papi pályára lépett, erről majd későbben egy kicsit maradjunk még a családnál. Ugye említette azt, hogy három testvér volt már, élt akkor, amikor világra jött, és ez a szoros kapcsolat azóta is megvan. Igen. Igen, ez sajnos ritka dolog. Valahogy természetellenesnek tartom, hogy akik főleg vér szerinti rokonok, illetve testvérek azon belül, azok valahogy a felnőtt korhoz érve lazítják a kapcsolatukat egymással. Még amíg együtt tudnak játszani, addig talán jobban tudják szeretgetni egymást. Nálunk nem így van. Tehát a szüleinknek köszönhetően, és érdekes, hogy a kor különbség ellenére, ami van köztünk. Mennyi is? Hát a két bátyám
úgy mondhatom, hogy plusz-minusz egy évvel, 10 évvel öregebb, mint én. Tehát az egyik majdnem 10, a másik több, mint 10. De az egy nagyon érdekes dolog lehetett, amikor ők mondjuk 16 évesek voltak átlagosan, én pedig ezek szerint 10-zel kevesebb, akkor nekik az már olyan snasz lett volna, hogy ők játszani akarnak, vagy játékot csinálni. De ott volt, adva volt egy Józsika, és akkor ők a Józsika kedvéért, csak ezt utólag vallották csak be, csináltak ezt-azt, holott ők maguk élvezték legjobban, hogy csinálnak nekem mindenféle játékot, és játszanak velem. A nővéremnél pedig már ugye beindult az anyai ösztön, és ő nagyon élvezte, hogy van egy nála 5,5 évvel fiatalabb öcsike, és ott meg, ami mindig eszembe jut, hogy talán mondjuk én lehettem már 5 éves, amikor ő pedig csak éppen 10-11, de állandóan fölvett és úgy vitt engem. És akkor kérdezték a szomszéd nénik, a Rácz néni vagy a Tóth Pista néni, mert Tóth Pista bácsi volt, és a feleségét így hívtuk, hogy Tóth Pista néni, hogy Ilike, miért nem teszed le azt a gyereket? És képes volt bemagyarázni, hogy Józsi nem tud menni, muszáj vinnem őt, pedig csak egyszerűen annyira jól esett neki, hogy fölemelés és víz, hogy inkább vitt, mint hogy lerakott volna. Ez a családi kötődés, fontosság, a testvér fontossága, ez valószínűleg, hogy annyira megmaradhatott Jóska atyában, hiszen egy nagyon szép példa van Kartalon, ugyanis Jóska atya 4 gyereket, ha jól tudom, pelenkáz. Erről igen, már készült is egy riport. Igen, valahogy ne értse senki túlzásnak, de sajnálom az egykéket. Itt nem a papi hivatásomhoz kötődik ez a gondolat, mert emlékszem, hogy az egyik legjobb barátom egyke volt, és valahogy mindig úgy sajnáltam a Pál is annyit, hogy neki nincs testvére. És amikor aztán neki is csak egy gyereke volt, és én próbáltam őt fűzni, hogy miért nem vállaltuk még egyet, akkor ő úgy fogalmazott, ha jól emlékszem, hogy ő mindent meg akar adni a gyerekének, és ezért egynek tud megadni mindent, és mondtam, hogy nem fogsz tudni mindent megadni, mert ha testvért nem adsz neki, akkor az egész élete bakfitty. Szóval ez aztán papi hivatásomban, meg anyagi helyzetemnek köszönhetően úgy alakult, hogy valóban néhány gyereknek egy évig fizetem a pelenkáját, ha az egy évben belül a szentségi áldozság kötés után elém lesz téve, már nem a pelenka, hanem a gazdája, hogy kereszteljen meg. Tehát akkor keresztelem, és egyben adom egy évig a pelenkát. És visszatérve még az iskolás évekre, hogyha ugye mondtam, hogy haladjunk egy kicsit kronológiai sorrendben, hogyan emlékszik vissza az általános iskolai évekre, majd utána a középiskolai évekre? Hát ezt talán több szemszögből lehetne elmesélni. Mondjuk eszembe jut egy-két nagyon jó fejpedagógus. És ez talán nem baj, hogy eszembe jut, mert hogy bárcsak mostani gyerekek is, akik most ülnek a padban, olyan élményben részesülnének, amikor ránéznek a tanítónénire vagy a tanárúrra, hogy még 50-60-70 évvel később is azt mondják, hogy de jó, hogy ennek a tanítónénnek lehettem a diákja. Tehát például aki általános iskola első-második osztályában tanított, ő vele még papi koromban is leveleztem, nagyon szerettük egymást, merre mondani, biztos, hogy egymást. Egy csodálatos nő volt, egyébként állami gondozásban felnővő árva lány volt, de az élete mi voltunk, a gyerekek. És humorral volt megáldva, és igazi pedagógus volt. Csak első-második osztályt tanított, tehát mindenkit csak éppen írni-olvasni. Aztán mondjuk felső tagozatban a matek tanáromra emlékszem nagyon jól. Ő egy olyan, szerintem a fiataloknak egy kedvence lehetett, mert egy olyan igazi fiatal férfi volt akkor, aki ráadásul
tornatanári diplomával is rendelkezett, de benne is nagyon élveztem, hogy volt humora, közvetlensége. Most is érzem, ahogy a padomra leül, és úgy magyaráz a többieknek. Szerettem elől ülni, és én úgy emlékszem, hogy ott az első padban ültem, mondjuk ötödikes, hatodikos, hetedikes koromban. És nagyon szeretett beszélni is, de a matematikának a logika oldalára például fölhívni a figyelmet. Vagy például arra is emlékszem, hogy hogyan ajánlotta a jobb matekosok oltalmába a gyöngébeket. Tehát alánk tette egy kicsit a lovat azzal, hogy a Bóna Jóskát én rendszeresen tanítottam matematikára, vagyis hát de igen, felső tagozatban már nem számta, hanem matematika. Szóval egy kicsit ezt az örömet, hogy én tudok tanítani is ráadásul, úgyhogy akkor mindenképpen matek tanár is akartam lenni egy ideig. És sok minden más, mint például, ha jól emlékszem, akkor bohóc is szeretett volna lenni. Igen, igen. Hát az még majdnem ezt megelőzően, tehát úgy alsó tagozatos koromban voltak föllépéseim, nem is akármilyen helyen, például a Táncsics Mihály utca 6-8 között az utcán, vagy a Rákóczi utca 10-ben. Ott, hát így merném mondani, hogy hülyéskedtem. Ez volt a mutatvány, de volt, aki tapsolt, és volt, akinek mosolyt csaltam az arcára, mert viccelődtem, mert a mozgásommal, a szavaimmal, a mimikámmal jól el voltam, és hát persze ez kikívánkozik belőlem, hogy mentünk a cirkuszba időnként, szerintem minden évben biztos egyszer-kétszer a budapesti nagy cirkuszba, és ott a testvéreim mesélik ezt, hogy volt úgy, hogy én azt mondtam, mikor a bohóc jött, hogy oda nézhetek, mindenki nevet. És ez valami fantasztikus, kvázi irigység volt bennem, hogy de jó ennek. Ez jön, és mindenki nevet. És akkor elhatároztam, hát én is bohóc leszek, mert szeretném, ha az én környezetemben mindig mindenki nevetne. Hát nem akarom mondani, hogy most is megtapsolják a prédikációimat, de az egyik célom mindenképpen az, hogy érezzék jól magukat az emberek, legyünk boldogok. Tehát a humor az nagyon fontos, mondjuk a papi hivatásban is. Talán igen, igen. Meg mondjuk keresztényként is. Hát igen, mert ha valakinek van és volt humora, hát akkor az maga a Jóisten. Na most, ha mi Krisztus másai, alter Krisztusok akarunk lenni, akkor ebben is hiteltelenek vagyunk, ha nem vagyunk egy kicsit néha önfeledten boldogok, irracionálisan boldogok. Na akkor rátérve ugye a papi hivatásra, hogyha ott nem jelent, vagyis megjelent volna Marika, azért talán ennyire más... ne kössük a Marihoz, de véletlenül nézi ezt a filmet, akkor azt hiszi, hogy miatta lettem pap, hát azért Marikám ennyire nem. De az tény hogy középiskolás koromban, pontosabban hát ötödikes koromban általános iskolába született meg az a fantasztikus, komoly irodalmi alkotás bennem, ami így szól, hogy ígérem rövid, tehát rövidebb, mint a Velszibárdok, amit most el fogok szavalni. Bérmálás van a templomban, be is megyek, ezért nyomban. Asok pap már sűrök forog, agyomrom is forog, korog. Sok a hívő, sok a gyerek, asok gyerek szeme kerek, várják a nagy pillanatot, a helynököt és a papot. Mi lenne, ha kispap lennék, és mindent másképpen tennék? Lemondanék sok-sok másról, nőzésről és nyaralásról. Ez volt az első, amikor ezek szerint meg is fogalmaztam, hogy lehet, hogy még ezt a variációt is el tudja képzelni a Jóisten, ha már van humora, hogy belőlem esetleg egyszer csak papot csinál. És akkor valami mást csinálna, tehát hogy benne volt a sorok között, hogy... Hát tudtam, hogy azért valamit másként kell csinálnia annak, aki pap. De hát megjegyzem, önmagamat kritizálom rögtön, hogy abból nem lett semmi, hogy én lemondok a nyaralásokról. Hát annyi helyre jutottam el ebben a gyönyörű világban, hogy néha nem ismerem mondani, mert,
mert majdnem arcátlanságnak tűnik, hogy egy embernek ennyi jár. Tehát nyaralás, utazás az megmaradhatott, és megmaradt egészen a közelmúltig. És nagyon-nagyon sok helyen járt. Igen, pontosan. 56 országban. Hát persze lelki vezetőként, csoportvezetőként, ilyen-olyan közösséggel, de családi körben is, baráti körben is, különböző módon. És az utazásokhoz fűződik mondjuk egy ilyen média tapasztalat, talán azt is mondhatnánk, hiszen Teréz anya látogatásakor Jóska atya videófelvételt készített. Igen, amikor Magyarországra jött Teréz anya, akkor én, mivel azoknak a helyeknek, ahova eljutott, én már ismerősként voltam, ezért elmentem itt-ott és csináltam. Még Super 8-as, nagyon kezdetleges, de mozgó filmet. A Bonum TV-vel mikor találkozott először? A Bonum TV-vel ugye még mindenképpen Tiszaföldváron voltam plébános, ugyanis 2012-ig ott voltam, és a Mária Rádió hívott engem egyszer-kétszer föl telefonon, ha jól emlékszem, részben ünnepekkel kapcsolatban jött jól nekik, hogy valaki meséljen, telefonon keresztül, illetve talán kétszer voltam a stúdióban is beszélgetni a Luizikával. Meg hát a külföldi utaimról is tudom, hogy valamit kérdezgetett. És akkor a Péter kapcsolatba került a Mária Rádióval, mármint Jakab Péterünk, és így hallott rólam, és szólt egyszer nekem, hogy valaki ajánlotta, hogy esetleg hívjon meg ebbe a tévébe, hogy legyen a tévének arca. Tudom, ezt a kifejezést használta Péter. Na, gondoltam, hát egy ilyen arc, hát az nagyon hiányzik, de megmondtam, ha nem kell csinálni semmit, és várjunk csak, mi is volt a másik kikötésem, mindegy, akkor, ja nem kell az érettséget, ezt úgy viccből szoktam mindig mondani, akkor vállalom. És belecsöppentem, és szívesen csinálom. Aztán bővült a jelenlétem, mert egyszer előrukkoltam azzal, hogy a közelemben él egy közel 90 éves papbácsi, akiről tudom, hogy egy nagyon jó koponya volt, köztiszteletben álló személy mindig, és mondtam, érdemes lenne vele csinálni egy riportot. Mire Péter? Jóska atya, csinálj vele egy riportot. És így indult a találkozások sorozat, amiben aztán sok személy bekerült, mármint riport alanyként. Nagyon sok. Tehát, hogy ez lett volna a másik kérdésem, hogy hogyan született meg a találkozások. De akkor inkább arról beszéljünk, hogy mit jelent az ön számára a találkozások? Mit ad? Így igaz, hogy nekem is, de én remélem, hogy nem csak nekem. Tehát egy olyan világban élünk, most nem akarok komolykodni, de azért mégis így mondom, amely világban inkább negatív dolgokról hallunk, és inkább negatív személyeket látunk, például a TV képernyőjén, akik hát főleg nem mindenben jeleskednek, de nagyon sokszor, sok mindenben abszolút nem példamutató életet élő személyek, csak netán valamiben elértek valamit, és ezért már tévésztárok lettek, vagy szupermenek. És azt mondom, ezt kellene valahogy ellensúlyozni. Tehát lássanak, halljanak a kedves nézők, hallgatók olyan emberekről, akik példaértékűek, mert példátlanul, példanélküli, jó példanélküli világban élünk. Tehát ilyen talán még nem volt, hogy ilyen nehéz legyen jó példát találni. Mikor jegyesekkel beszélgetek, és kérdezem tőlük, hogy a látóterükben van-e valaki, vagy egy másik házaspár, akire úgy néznek, hogy na, mi is valahogy így szeretnénk élni. És akkor kimondják, hogy nincs. A saját szüleik nagyon sokszor nem példaképek, és alig találnak egy olyat. És akkor még ha azt mondanám, hogy ráadásul keresztények is legyenek, az a bizonyos példakép, vagy az a házaspár, hát akkor nagyítóval kell keresni. Ezért mutatok be ebben a sorozatban, most már, ha jól tudom, 43
olyan szemét, illetve két esetben, három esetben van, hogy házaspárt, akik egyrészt a vallásukat komolyan vevő keresztény katolikus emberek, a munkahelyük, a munkakörük nagyon figyelemreméltő és nagyon komoly dolog, ahogy azt művelik, és a családi életük ugyancsak példamutató. Nem a gyerek szám arányában, tehát nem attól példamutató, hogy teszem föl, mint a Dudás László görög katolikus papbarátomnak 9 gyereke van, 5 fiú, 4 lány, attól még nem csak ezért példaértékű az ő családi életük. Volt és lesz is olyan riportalanyom, ahol csak 3 gyerek van, tehát nem probléma, de legalább azzal a 3-mal, azzal úgy éljenek, úgy neveljék őket, vagy a testvéri kapcsolatokat úgy építsék, hogy ez példaértékű lehet. Ugye példákra nagyon nagy szükségünk van, és akkor ennek teret biztosít a találkozások, de a jelen találkozások nem csak kettőnk között zajlik, hiszen a kollégák is itt vannak, ha nem is személyesen, ugye az operatőr kollégákon kívül, de viszont a kérdéseikkel itt vannak, mert hogy én kértem tőlük, hogy hát kérdezzenek, és akkor én felteszem a kérdést, és akkor rátérünk ezekre a kérdésekre. Például ugye beszéltünk már az utazásokról, és Milánnak, az operatőr kollégánknak van egy olyan kérdése, hogy van-e olyan ország, ahova még mindenképpen elmenne? Olyan hely? Az elmennék, az stimmel, de már nem fogok elmenni. Az utolsó tervezett utunk egy papbarátommal Alaszka volt. És úgy mondhatom, hogy kár, hogy elszaladt az idő, nem került rá sor. Egy hatalmas elképzelés volt ez, most nem is akarom részleteiben elmondani, hogy Alaszka, de utána tulajdonképpen Szibéria, és úgy vissza Ázsiából Európán keresztül Magyarországra. Tehát egy ilyen körút félén gondolkoztunk. A természet szépségeiért nagyon tudok bolondulni. Tehát ennek elsősorban ez lett volna az lényege. Különben nem panaszkodhatok, mert annyi helyen voltam, hogy tényleg is nagyon különböző helyeken, tehát itt a különböző vallási összetételű helyekre is gondolhatok, hogy én jártam Kínában, vagy Indiában, vagy Tunéziában, Kajróban, stb. Tehát ahol egészen más vallások vannak. Természeti szépség, hát ugye az első, azt hittem, hogy az lesz az utolsó is, ami lenyűgöz, mint vízesés, a Niagara vízesés. Aztán rájöttem, hogy a Niagara vízesés Smafu az Iguazu vízeséshez képest. Vagy Izland vízesései. Kisebbek, de csodálatosak. És mindenhonnan jött magával egy-egy tárgy? Hát nem mindenhonnan. A szüleimnek kezdtem valamikor hazavinni egy-egy tányért onnan, ahol voltam. Aztán egyszer észrevettem, hogy édesanyám ezeket úgy nagyjából egymás mellé tette a házunkban, és így utána már tényleg nem gondolkodtam rajta, hogy mit vigyek, mindig egy-egy tányért kapott anyuapu, és hát a halálok után én visszaörököltem tőlük, úgyhogy most a plébániámon van 110-valahány tányér, körülbelül 40 országból, mert nem minden országból, de jó, vegyes látnivaló. És remélem ezt is egyszer be tudjuk mutatni, de akkor megyünk tovább. Ildikó kérdezett, egy nagyon hosszú kérdése volt, én megpróbálom 2-3 szóban elmondani, de biztos, hogy érteni fogja, hogy miről van szó. Harang, név és család. Hát igen, sejtem, hogy milyen történetre gondol Ildikó. Amikor egyszer a testvéreimmel arról beszélgettünk, hogy ők tovább élnek a saját gyermekeiknek, unokáiknak köszönhetően, hisz mind a 3 testvéremnek vannak gyerekei, unokái, még egyelőre dédunokák nincsenek. És lehet, hogy ebben a felvetésben volt bennem valami olyan kis szomorkás dolog, hogy celibátusban élő emberként, hát nekem nincs gyerekem, nem lesz unokám,
tehát nem folytatódik így biológiai értelemben az életem. És akkor az egyik bratyom, bátyám mondta, hogy de hát azért gondolj bele, hogy Martfűn az a harang, az lehet, hogy évszázadokig fog működni, egyébként Lepel László statikus szerint 1000 évig is állni fog a Martfői Szent Tamás templom, aminek a harangjába bele van írva, ki van öntve a neved. Mert ez tényleg érdekes, hogy ez a szokás, nagyon ősi szokás, hogy amikor ezt a harangot öntik, akkor az akkor szolgáló pápának, püspöknek, plébánosnak a neve benne van. Úgyhogy ott van két ilyen harang is, a nagy harang meg a kis harang, a középső az nem, de a három közül kettő, amiben a hagyománynak megfelelően illet leadnom a nevemet, hogy az is benne legyen. Ez egy fura dolog, hogy oda lehet, hogy 300 év múlva megy valaki, megnézi ezeket a feliratokat, fogalmas lesz róla, hogy ki az a Tamási József, de még a nevem ott van. Ez nagyon szép történet, és mondanám tovább a kérdéseket, igen, csak viszont szűkös az időnk, a műsoridőnk, úgyhogy készültünk még egy dologgal. És hát szeretném, hogy akkor ezt először megnéznénk, és akkor utána folytatjuk tovább a beszélgetést. Jóska atya, tudja, az ember életében azért vannak a kerek évfordulók, hogy megálljon ünnepelni. Örülök és köszönöm, hogy veled együtt dolgozni mindig egy ünnep. Kívánom, hogy a következő évtizedekben még sok-sok otthon tudjon templommá változtatni. Kedves Jóska atya, Isten éltesse sokáig, hogy a 100. születésnapját is együtt ünnepelhessük. Hogy fogsz ki? Kedves Jóska atya, gratulálok ez a szép kerek számhoz, Isten éltesse sokáig. Az elkövetkezendő esztendőben legyen része sok boldogságban, szeretetben és vidámságban. Boldog születésnapot és még sok-sok humorban és egészségben gazdag éveket kívánok. Jóska atya, az Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, és remélem, hogy még jó pár évig dalolászva fog bejönni hozzánk. Boldog születésnapot kívánok! Kedves Jóska atya, legyen nagyon-nagyon boldog a születésnapján, és nagyon sok vidámságot és nevetést kívánok! Isten éltesse a Jóska atyát, legyen mindig ilyen vidám és derűs! Még egyszer ennyi szemmisét kívánnék önnek! Isten éltesse sokáig Jóska atyát! Legyen sokáig a mi jóságos plébános bácsink! Van egy műsor ötletem! Jóska atyával a föld körül. Ezt szeretném leforgatni, havonta jelentkeznénk egy-egy ilyen rövidke kis összeállítással a Bónum csatornáján, úgyhogy ehhez is kívánok önnek rengeteg erőt, kitartást és jó egészséget, mert kezdődnek a forgatások, ha ön is szeretné. Na, hát akkor szeretettel átnyújtjuk ezt a csokrot. Hát tényleg köszönöm, aranyosak vagytok, hogy még ilyen fölvételek is készültek. És Isten éltesse még nagyon-nagyon sokáig. De még mielőtt ugye lezárnánk ezt a beszélgetést, csak még annyit, hogy így visszatekintve mondjuk a közös eltöltött időre, milyen üzenete van akkor a számunkra? Erre is sokféle választ lehetne adni, de azt mondom, őszintén mondom, hogy nagyon megszerettelek benneteket, akik itt dolgoztak, mint korelnök, tehát nem az, hogy ilyen-olyan szafranggal itt dolgozgató, hanem mint legöregebb. Szeretlek benneteket, és azt kívánom, hogy arra gondoljon mindenki, Milántól kezdve, Lacin keresztül, Katáig és egyebek, hogyha egy ember így tud szeretni benneteket, mint ahogy én komolyan mondom, szeretlek titeket, akkor mennyire szerethet bennünket, titeket is, engem is, maga a Jóisten. Ezek nagyon szép gondolatok, de viszont nem maradnék csak magunknál, hanem tovább mennék ugye nézőkre is, akik napról, hétről hétre találkozhatnak ugye Jóska atyával a képernyőkön keresztül. Nekik mit adna születésnapja alkalmából? Olyan lehetőséget, hogy azok is föl tudjanak hívni, akik nem elég bátrak ahhoz, hogy fölhívjanak. És ugyanakkor kikívánkozik belőlük valami, mert sokszor még késő este is van, aki fölhív telefonon. De ebből azt következtetem ki, már nem a televízió telefonján, hanem a sajátomon, hogy nagyon sok ember
szeretne valakivel beszélgetni. Na most hát én egyrészt egy vagyok, meg nem vagyok lelkisegélyszolgáltató vállalat, vagy valami ilyesmi, de azért kívánom, hogy mindenkinek legyen valaki, akit föl tud hívni néha telefonon, engem is hívhat, de valaki tudjon beszélgetni egy nagymamájával az unoka, és fordítva, az unokájával egy nagymama, a férje feleségével, jaj, könyörgöm, igen, ne úgy legyen, hogy ha majd változik valami, majd beszélgetünk, de egyelőre már mindent tudunk egymásról. Minél több lelki kapcsolatot kiépíteni, családokon belül, a magányos emberek, esetleg az egyházi közösségben, vagy éppenséggel a televízión keresztül. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a találkozások vendége volt, és Isten éltesse még nagyon-nagyon sokáig, és remélem, hogy közöttünk még nagyon sokáig. Hát, aki gondolja, szurkoljon, aztán a többit bízzuk rá, jó Istenre. Így van. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. Ígérem, hogy legközelebb ebben a székben már Tamási József atyát láthatják. Viszontlátásra!